Köszöntöm kedves nézőinket, Hír Háttér című műsorunkat látják. Ahogy ezt már megszokhatták, a Futurában mindig színes az élet. Most hétvégén azonban mindössze két színé, a feketé és a fehéré lesz a főszerep. Vendégem itt a stúdióban Pákozdi Emese intézményvezető és Lobic Ákos, aki pedig a Fehér Ló Sakkegyesületének a vezetője. Üdvözlöm mindkettőtöket! És hát akkor így már el is árultam valamit, ugye Emese, hogy fekete-fehér, illetve hát ahogy Ákost bemutattam, sakról lesz szó. Mi minden lesz most a Futurában itt a hétvégén? 8-án szombaton sakkarnevált tartunk. Ez egy egész napos program, ami a főszerep ugye a sakk. Délelőtt sakversenyek lesznek, délután pedig egy nagyon ígéretesnek ígérkező programot tartunk. Óvodás, jelmezes, élő sakkot fogunk bemutatni, 4 csapattal, rapid sakkjátszmákkal, és ami a legnagyobb érdeklődésre számot tartó programunk, az pedig 5 órakor kezdődik délután, az Portis Lajossal egy sakszimultán. Akkor végigmegyünk majd még egyszer ezeken a programokon, de most miért éppen a sakk? Ugye nagyon sok minden volt már, és lesz is gondolom itt a Futurában, most honnan jött ez az egész sakkötlet? Hát a sakkötlet Lobic Ákostól jött, mint ötlet gazdától, de ez nem áll az élményközponttól távol. Igaz, hogy a matematika és a logika az nem szigorúan vett természettudomány, de igen szorosan kötődik azokhoz, mindennek az alapja tulajdonképpen, úgyhogy nagy örömmel vettük a megkeresést. Ákos, hogy került ebbe bele? Mindig kifőz valamit. Igen, hát most éppen a sakk, hisz az szívemhez közel áll, mivel a gyerekeim most már elég régóta sakkoznak is, és egy olyan sportágnak tartom, ami mindenképpen fontos mind a kicsi, mind a nagyobb gyerekek életében, a logikai, a memória fejlesztés, a fegyelem, tehát ez mind olyan dolog, ami én azt gondolom az iskolában is nagyon fontossá válhat egy gyermek számára. A gyerekek mindig jó irányítók. Egy kicsit meséljen arról, hogy önök hogy kerültek bele, ugye? Hogy sikerült a gyerekeket erre rávenni, vagy maguktól csöppentek bele? Hát ennek azért van egy nagyon fontos személyhez kötött dolga, hisz Németh László sakkpedagógus révén kerültünk mi bele, gyakorlatilag az óvodába elkezdte a gyerekeket tanítani, és onnantól kezdve pedig nem volt megállás, mert a gyerek erőltetés nélkül imádva, tényleg szeretettel jár a Laci bácsihoz, járt a Laci bácsihoz, tanul a Laci bácsitól, és maga a sakk szeretete innen ered. Aztán később természetesen ez bizonyos fokig komolyá válik, hiszen a sakk tanulás után jönnek a versenyek szeretete, a versenyeken való hangulat, és odáig folyult a dolog, ha ezt ebből a szóval lehet illetni, hogy én már tavaly elmentem a sakk fesztiválra, egy hasonló rendezvényre Budapestre, amit a polgárlányok szerveznek. Azt tudni kell, hogy ez a rendezvény azért egy költséges, amit ott Budapesten láttam. Hát gondolom meg, hogy sok embert meg is mozgathat. Így van, rengeteg gyermek. Ha már a polgárlányok neve felmerül, ugye biztos, igen, hogy akár a kíváncsiskodók száma is elég nagy. Hát mind a 3 polgárlány jelen van, tehát ennek az az igazi élménye. Tehát mind a 3 polgárlány is aznak ugyancsak a sakkról szól. Azonban, amit én akkor felfedeztem, hogy ez a helyszín, amit Budapesten volt, ez a műpában van, én hát úgy éreztem, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik, ami természetesen nem az ő hibájuk, hanem a szellem, azt gondoltam, hogy Moson-Magyaróváron a szellemi műhely az adott. Adott. A sakk az könnyen fogható bármi dologra, és a helyszín kiválasztásában én azt gondolom előrébb vagyunk, mint Budapest. Nekünk van egy Futuránk, amihez én ezt összekapcsoltam, és mivel én nagyon sok sakkversenyre járok, és nagyon fontosnak tartom, hogy a sakkverseny szellemi terheltsége mellett jöjjön egy játék, a játék a szünetekben. A gyerekeket megfigyelve, és főként télen, nagyon nehéz bármiféle okos játékra rábírni, hisz most ma a mai világban a telefonok, a tabletek nem tartoznak kimondottan, én azt gondolom, ebben a kategóriában, és akkor beröpült ez a gondolat, hogy mi lenne, ha ezt összekapcsolnánk, és Moson-Magyaróvárnak van egy Futurája, ami ennek a sakkversenynek, illetve az egész programnak a megkoronázása lenne, egy ilyen helyre tudnánk bevinni. És akkor ezt jól kitalálta? Bekopogtatott Emeséhez? Én elmondtam az Emesének, ezt most már lassan, talán több mint egy fél éve gondoltuk ki, és adva volt a lehetőség, az ötlet, és innen az Emese tovább gondolta a dolgokat. És akkor minden, akkor az Emesék fűzték hát föl erre, hogy akkor legyen karnevál, legyen farsang? Gondolkoztunk, igen.
először egy másik időpontot lőttünk be, de az nagyon közeli lett volna, nem igazán tudtuk volna ezt normálisan megszervezni, ezért maradt ez a február 8-a, ugye itt illeszkedni kell a szakszövetségnek a verseny táblázatához is, tehát azért itt nem csak rajtunk múlnak az időpontok. Viszont ha már egyszer farsangi szezon, ezt is közösen találtuk ki, hogy akkor mi lenne, hogyha egy jelmezes programmal egybekötnénk ezt. És így jött ez az óvodás felhívás. Igazándiból úgy gondoljuk, hogy az óvodás korosztályt kell leginkább megszólítani, mert hogyha ott elkapja őket ez az érzés, ez a sakkozásból eredő jó tapasztalat, akkor biztos, hogy könnyebb velük megszerettetni. Kiknek szól ez a nap, hogy fog egyáltalán kinézni? Ugye kezdjük, MSM itt már fölvázolta röviden, tehát reggel 9-től egészen 1-ig lesznek a sakkversenyek, ez hogy fog mutatni, hogy fog kinézni ez az egész dolog? Ezt inkább akkor Ákosnak adnám, mert a sakkversenynek a szervezése az ő feladata, igazándiból a sakkszövetséggel. Hány gyerek, mekkorák lesznek, hogy fog ez az egész úgy működni, melyik szinten lesz, mit láthatunk majd itt? Alapjában olyan sakkverseny az nem tér el az egyéb megyében megismert, országban megismert sakkversenyektől. Ez egy rapid sakkverseny, lefordítva az azt jelenti, hogy a játékosoknak 2x15 perc áll rendelkezésre a verseny ideje alatt, tehát 15 perc az egyik játékosnak, 15 perc a másik játékosnak. Korosztályokat tekintve? Korosztályok az óvodástól furcsán fog hangozni, ez akár a felnőttekig is elmegy, hisz nem zárható ki általában a úgynevezett senior korú versenyzők, természetesen többségében mindig gyerekek vannak. És ez a középiskolástól az óvodásig mindenféle korosztály jelen van. A maga a verseny lebonyolításában, főként a gyermekért ez a díjazás, illetve az értékelés szempontjából ez nem keveredik össze, hisz az óvodásokat az óvodásokkal együtt mérjük, az iskolásokat, az általános iskolát is szétbontjuk 10 év alatt, 12 mindenki év a helyén alatt. Kezelendő, van, mindenki a helyén és nem is kezelendő. Lehet kipróbálni mondjuk a különböző csoportban, mondjuk, hogyha egy óvodásnak nagyon jól megy, akkor esetleg egy iskolást kihívhat? Ez nagyon érdekes, amit ön kérdezett, mert jelen pillanatban a sakkversenyre állók teljesen tisztában vannak avval, hogy itt nagyon sokszor elő is fordul. Hisz az, hogy külön díjazzuk őket, az nem jelenti azt, hogy a verseny alatt a gyerekek nem nyújtanak egy olyan teljesítményt, ami alapján akár egy iskolással játszik, hisz ez úgy működik, hogy a legigazságosabb rendszer, amit sportban el tudok képzelni, az első fordulót leszámítva, amikor a számítógép sorsolja a gyermekeket, az utána levő fordulóban pedig csak az erős az erőssel kerülhet. Tehát ha valaki tehát az első fordulóban nyer, így van, tehát az első fordulóban valaki nyer, akkor, illetve folytassuk, a három fordulón keresztül nyer, akkor ő már nem gyenge játékossal fog játszani, hanem ugyanolyan erősségűvel, aki ugyancsak három fordulót nyert meg. Tehát ilyen szempontból lányok, fiúk külön díjazandók. Tehát hiába játszik, mert előfordul, nagyon sokszor előfordul, hogy lány fiúval fog játszani, hiszen a lányok azért kevesebben vannak a versenyzők között, tehát itt is nagyon könnyen látszódik, hogy az erő az minden esetben reálisan van tálalva, tehát én azt gondolom, hogy ebből semmiféle probléma nem származik. És akkor három körül lesz egy ilyen eredményhirdetés, de még utána még mindig nincs vége. Nincs vége, ez szerintem az MSE-nek az asztala. Nagyon jól összedolgoztak, ahogy veszem észre, MSE ide-oda pattog a labda, tehát mindenki igen, nagyon hát benne három volt. Órakor kezdődik igazándiból a látványosabb program, mert igaz, hogy a gyerekversenyt figyelni, nézni is, aki tud sakkozni, annak élvezet, akinek pedig hozzátartozója sakkozik, az mindenképpen. Igen. De három órakor egy köszöntővel és egy rövid megnyitóval folytatnánk a programot. Mohácsi Attila színművész fog énekelni nekünk a Sakk Musicalből, és ekkor lesz a délelőtti versenynek az eredmény hirdetése is, és utána következik ez a jelmezes óvodás sakkverseny, amit meghívott vendégek fognak igazgatni tulajdonképpen, tehát nem az óvodások sakkoznak, hanem ők állnak, mint a bábú. És mert hogy akkor ez úgy néz ki, hogy mindenkinek sakkfigurának kell öltözni? Hogyne, igen. Tehát nem is lehet másból, hogy ilyesmi nem fordulhat nem, hát elő. Ez volt a kiírás, hogy sakkfigurának öltözött csapatokat várunk, egységes stílusú jelmezben, ami nem azt jelenti, hogy fekete-fehér, ugyanis azt, hogy melyik csapat... Jó sok király lesz akkor biztos. Hogy melyik csapat a fekete és melyik a fehér, azt majd a kis zászlócskákkal fogjuk jelezni. Az volt a kérésünk, hogy egységes stílusban készüljenek jelmezek 16 fővel 4 résztvevő óvodával.
Melyek lesznek ezek az óvodák? Mert azért elég sok óvodában van sakkoktatása, hogy figyelem már középső csoporttól, azért szerintem szinte mindegyik óvodában foglalkoznak ezzel. Gyakorlatilag igen. Igen. Ha igazándiból 4 csapattal szerettünk volna kezdeni most ezt, szeretnénk egy hagyományt teremteni, de kipróbáljuk. Ugye az óvodásoknak azért a tűrőképessége az nem végtelen. Ezek nagyon rövid sakkjátszmák lesznek, tehát 5 perces játszmák, de akkor is azért kis türelmet igényel tőlük, úgyhogy most egy kicsit belenézek a papíromba. A Bóbita óvoda, a Vackor óvoda, az Osztály és a Majoroki óvoda jelentkeztek a leghamarabb, úgyhogy ők az ő jelentkezésüket fogadtuk. Igazándiból lesz kiscsoportos óvodás is, nagycsoportos óvodás is, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsian várjuk. Külsősöknek mennyire lesz ez izgalmas? Mert nyilván akinek a gyereke ott lesz és szerepel, annak izgalmas, de mondjuk egy olyannak, akinek nem óvodás a gyereke, vagy az unokája, vagy az ismerőse, neki mit nyújthat majd ez a mese, ez hát, a program? Igazándiból a sakkon kívül, ugye ott van még a Futura is, hogy Ákos mondta, hogy ez egy olyan helyszín, ami a sakkozóknak is a köztes időt értelmes elfoglaltsággal tölti. Azon kívül számítunk azokra a családokra is, ugye, ahol egy-egy gyerek esetleg sakkozik és benevezett a versenyre, azért ott vannak testvérek, vannak szülők, nagyszülők, tehát ők mindenképpen értelmesen, okosan és vidáman tudják eltölteni ezt a napot. Aztán természetesen ugye az óvodások, akiket beneveztek erre a sakkversenyre, ők egész nap játszhatnak, tehát őnekik nem addig tart a program, amíg szigorúan ott az 5 perc alatt lejátszák a játszmát, hanem egész napos belépőt kapnak, úgyhogy biztos, hogy elég sokan lesznek a Futurában aznap. A Fehéló Sakkegyesületének ugye vezetője Ákos, mi minden történik ebben a sakkegyesületben így az egész évben, vagy így a következőkben? Tehát kikkel foglalkoznak elsősorban, aki most egy kicsit kedvet kapott ahhoz, hogy mondjuk akár bepillantson ebbe a programba, vagy egy kicsit megismerkedjen a sakkal, miben tudnak nekik segíteni? Az egyesület, amikor létrejött, akkor célként egyértelműen a gyerek sakknak a fejlesztését, a gyerekek sakkozáshoz való kedvét szerettük volna növelni, tehát egyértelműen gyerekekről szól. A másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy vannak olyan gyerekek, ugye én mondtam, hogy azon kívül, hogy megtanulnak sakkozni, ennek a sakk tudását pedig alkalmazni a versenyeken tudja. Tehát mi egyértelműen arra törekszünk, hogy azok a gyerekek, akik nálunk tanulnak, illetve a mi általunk foglalkoztatott edzőnél tanulnak, azok ezekre a versenyekre eljuthassanak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérője a sakktudásnak, hogy ezek a gyerekek olyan szituációba kerülve se ijedjenek meg a lehetőségtől, amikor a versenyen megjelennek. A verseny előtt azért mi az alsó korhatár, amitől mondjuk érdemes elkezdeni? Hát most azt mondom, hogy érdemes elkezdeni, vagy már elkezdték erre, tudnám azt mondani, hogy 4 éves gyermeket is láttam sakkozni, sőt egy nagyon érdekes dolgot mondok. A talán óvodás korú és jelenleg első vagy második osztályos fiú Európa bajnok, Győr-Sopron megyei Európa bajnok, második helyzet, ez egy nagyon relatív dolog. Vannak olyan gyermek, akik ezt a sakkot már gyerekkorban hivatásnak tekintve ülnek le, tanulják, képezik magukat természetesen az edzővel vagy a szülő segítségével, vannak, akik ugyanúgy játéknak tekintik továbbra is, tehát nem akarnak ebből semmiféle komolyabb sportolóvá nőni, de ez mindenki maga választja ki a lehetőséget. És hogyan lehet őket rávezetni? Mert ugye, hogyha valaki ránéz a sakktáblára, az azt mondja, jó, ráadásul fekete-fehér, és akkor ide oda tologatják ezeket a bábukat. Tehát mi az, ami megragadja a gyerekeket ebben? Mondta, hogy ugye a személy ez nagyon fontos, hogy kitanítja. Elsősorban a óvodai szinten az a legfontosabb. Ezen túl, tehát mi az a mese? Vagy mi az, ami ebben nagyon mondjuk... érdekes, valamikor, amikor a sakkot felfedezték, és kevésbé gondoltak arra, hogy ezt majd gyerekek fogják elsőként ennyire meseszerűvé tenni, de pontosan a mese, hiszen a mesében vannak királyok, királynők, vannak bástyák, futók, lovacskák, és ezeket a gyerekeket így is tanulják, így is tanítják meg nekik. Tehát én nagyon sok ilyen órán vettem részt, ahol a gyerekeket így vezetik be a sok szeretetébe, tehát abszolút a mesén keresztül, és így is játszanak a mese figurának tekintik a bábukat. Egyetlen egy dolgot azért szeretnék elmondani. Ennek a sakknak a Moson-Magyaróvári létjogosultsága, hisz egyéb városok, ezt mondhatnám itt a nyugat-dunántúli városok, Szombathely, Ajka, ezek a városok Moson-Magyaróvár jelen pillanatában fölé nőttek, hisz
jelen, nagyobb energiát fektetnek arra, hogy a sakkot jobban elterjesszék. Moson-Magyaróvár jelenlegi önkormányzata, köszönet érte, felfedezte azt, hogy Moson-Magyaróváron ez a sakk, ez régóta egy úgynevezett népszerű és sikeres sportág. És ez a program is mind ezt szolgálja. Így van, mind ezt szolgálja. És azt tudni kell, hogy a sakknak az elsajátítása nem csak azon kívül, hogy játszanak ezek a gyerekek, nem csak azon kívül, hogy mesén keresztül tanulják meg, hanem az idei év holland a matematika versenyén, én áttanulmányoztam, statisztikát csináltam belőle. Úgy képzeljék el, hogy az első 10-ben azt kell mondjam, hogy javarészt sakkozni tudnak. Önök voltak, akik sakkoztak. És nagyon-nagyon sok. Moson-Magyaróvári gyermek, aki diákolimpiát nyert most meg Kapuváron a 8 év alattiakban, az a fiú bejutott az első 10 versenyző közé a holland matematika versenyén. Akkor mindenképpen érdemes lesz ide elmenni, és egy kicsit körülnézni, beleszagolni ebbe a sportba. Emese, itt a Futurában mi lesz még? Ugye most éppen bogarak lepték el a Futurát, igen, nem kellett megijedni, mik lesznek a következőkben még? Ugye egy rovarkiállításnak adunk most otthont február 24-ig, ezt mindenképpen érdemes megnézni, mert nagyon szép gyűjtemény, és nagyon érdekes a körítése is ennek a kiállításnak. Aztán, ami még most is jelenleg is folyik, erre a rovar gyűjteményre vannak ilyen vezetett óráink, ezek folynak most, a közreműködő mindegyik Moson-Magyaróvári iskolával, és szakköreink is, ugye ezt mindig hirdetjük az újságokban is, tehát szakköreink is folynak egész március közepéig, és ami még mondjuk ebből a TÁMO programból, ami adja nekünk most a vázát az évnek, hátra van, ez két vetélkedő, úgyhogy ezeket pedig április folyamán fogjuk lebonyolítani, úgyhogy elég sűrű az életünk. Aztán természetesen készülünk még egy márciusi rendezvényre, aztán ugye áprilisban jön a húsvét, aztán a május első, a majális. Úgyhogy minden hónapban lesz valami. Minden hónapban tervezünk valami programot. Emes Ákos, köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm, és mindezt szépen megosztották velünk. Köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!